van egy nagyon nagyszerű ember közöttünk, akit szeretnénk köszönteni. És el szeretném mondani, elnézést, hogy én ezt most felolvasom, de van egy nagyszerű ember, akit úgy hívnak, hogy Palotás László, Mára Maros-szigeten született 1914. március 16-án. Nem kell hozzá nagy matematikai tudás, de akárhogy számoljuk, egy 100 év. A mai napig aktív életet él, szabadidejében hegedül és énekel, minden nap tornázik, és a számítógép használatával is megismerkedett. Családtagjaival e-mailben tartja a kapcsolatot, azt gondolom ez példaértékű lehet, mert a fia és három unokája nem szentesén élnek. Az idősek klubjában rendszeresen fellép a rendezvényeken, hegedül és énekel. Hát, kedves Laci bácsi, engedje meg, hogy én személyesen is, de azt hiszem mindannyiunk nevében nagyon boldog, egészségben eltöltendő, bízom abban még, hogy hosszú ideig velünk lesz, velünk leszel, Isten értessen sokáig. Mi nagyon nagyra értékeljük az idős korosztályt, akik az élet jelentős részén, mondhatnám már, az aktív részén legalábbis túl vannak. Azok az emberek, akik életüket végig dolgozták, vagy nehéz körülmények között kerültek az idős korba, ezt a korosztályt eddig is, és ezután is szeretnénk megbecsülni, és nem csak megbecsülni, hanem segíteni is. Ez a segítségnek számtalan példája van, de talán a legfontosabb a nyugdíjak értékállóság, annak a megőrzése. Ehhez megfelelő gazdasági eredmények szükségesek, és ebből mondhatnám úgy a visszaosztásból komolyan tudnak részesedni a nyugdíjasok. És nagyon sajnálom azokat a hangokat, amelyek megjelentek itt akár Szentes térségében is, hogy a különböző nyugdíjcsökkentések várhatóak, ha bizonyos kormányok kerülnek hatalomra, hát itt a ha és a kormányokat, azt egyértelműen a mai összefogásra és a kormányváltó pártokra kell gondolni. Azok a rémhírek, amelyeket terjesztenek részben velünk kapcsolatban, azok mind határozottan merem mondani és visszautasítani, hogy ezek nem igazak, hanem hamis vádak. Ismételten a nyugdíjas korosztályra gondol az ellenzék, és azokat próbálja megtéveszteni, mint ahogy mindig megszokta, és kétséges legyen a felől senkinek sem, ha ne talán ők kerülnének vissza a hatalomba, a kormányhoz, biztos, hogy azok a megszorító intézkedések ismét visszajönnének, amelyeket sajnos pont ez a korosztály szenvedte meg a legjobban. Mi eddig is és az elmúlt 4 évben is arra törekedtünk, hogy ezek a nyugdíjak értékállók legyenek, megfelelő nyugdíjemelésekkel, az infláció csökkentésével. Mondhatom, hogy nem csak hogy értékálló volt, hanem bizonyos értéknövelő is. Természetesen mindenki bizonyos mértékben szeretne több nyugdíjat, több ellátást kapni. Ez az ország teherbíró képességének a függvénye. Márpedig azok a gazdasági folyamatok, amelyek beindultak, az a gazdasági növekedés és az, amit mi tervezünk az elkövetkezendő jó pár évben, azok mind azt támasztják alá, hogy ezek a nyugdíjak biztonságban vannak, ezek a nyugdíjak növelhetők és értékállók, ami az idősebb korosztálynak a megélhetésében komoly segítséget fog jelenteni. És bízom benne, hogy ez megfelelő bizalmat kapva, ezt be is fogjuk bizonyítani ennek a korosztálynak, és bebizonyítjuk Magyarországnak, hogy igenis mi gondoskodunk a jövőről, gondoskodunk a múltunkról, és gondoskodunk azokról, akik ebbe a korosztályba jutottak, az idősekről.